Magyarországon minden második magyar állampolgárnak kardiovaszkuláris betegség okozza a halálát, ezért a Novartis Hungaria Kft. Helyi önkormányzatokkal együttműködve az ország több pontján, így Fehérváron is szűrőprogramokat indított, felhívva ezzel a figyelmet ezen betegségek fontosságára és kezelés nélküli kockázatára. Az önkormányzattal kötött együttműködésnek köszönhetően mostantól már speciális, kifejezetten a szív- és érrendszeri betegségek szűrésére alkalmas vizsgálatokon is részt vehetnek a városrészi szűrőnapokra érkezők, illetve ahol szükséges, ingyenes kardiológiai tanácsadást is kaphatnak a páciensek. One of the best ways we can help to make an impact on cardiovascular disease. Új innovatív módokat szeretnénk kínálni arra, hogy segítsünk a pácienseknek megérteni az egyes laborértékeiket a kardiovaszkuláris betegségekkel kapcsolatban. Mik lehetnek ezek? Például az úgynevezett LDL, vagyis a rossz koleszterin érték. Ez az az érték, amit a legkönnyebben lehet jó irányba befolyásolni, helyre billenteni okos döntésekkel. De ilyen még a triglicerid és a lipoprotein A is. Ezek nagyon fontos értékek. És ez által, hogy a szűrést követően kardiológussal is beszélhetnek a páciensek, okosabb döntéseket tudnak hozni, jobban tudják irányítani a későbbiekben saját egészségüket. Eszköztároló kisházzal gazdagodott a Palotavárosi Közösségi Kert. A projekt a Gaja Környezetvédő Egyesület segítségével valósulhatott meg az Arkonik Alapítványtól kapott támogatásból. Az épület megépítését a Kertbarát Egyesület kérte és örömmel fogadták, hiszen a természetvédő szervezet is a közösségi kert alapítói között volt. A 4 négyzetméteres tárolóra azért volt szükség, mert a Palotavárosi Kert népszerűsége miatt a karbantartó szerszámok száma meggyarapodott. Az épület átadását egy kenyérlángos piknikkel ünnepelték meg, amit az ott található kemencében sütöttek ki. Tavasszal érkezett hozzánk a kérés a közösségi kerttől. Mi is alapító tagjai vagyunk, most tevőlegesen már nem veszünk részt, mint egyesület a kertművelésben, ugyanakkor nagyon szívesen segítünk. Rendelkezésünkre állt a forrás is az Arkonik Alapítvány pályázatából. Így tulajdonképpen most arra valósult meg. Kicsit visszavetette az elnökünknek, Varga Gábornak a halála, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy jókor valósult meg, jól fogják tudni használni. Kincskeresés, tökfaragás, szabadulószoba és bűvész műsor. Egyebek mellett ezekkel a programokkal várták a Fekete-hegy szárazréti kultúrudvarba szombaton a családokat. Akik érkeztek is szép számmal a rendezvényre, sokan még halloweeni gúnyát is öltöttek. A programok egészen estig tartottak. Délutántól szabadulószobával, az Alma Együttes és Hajnal Máté bűvész műsorával, ma meg természetesen tökfaragással várták a közönséget. Elsősorban a családokat céloztuk meg, de próbáltuk úgy összerakni a programokat, hogy ne csak a kicsiknek, hanem a kicsit nagyobb gyerekeknek is érdekes legyen, illetve hát a szülőknek is, akiknek még gyereklelkük van. Miért engedi Isten nehézségek az életünkben címmel előadásra várták a hívő hölgyeket a Budai úti református templomban. A Mezőföldi Református Egyházmegyei Női Konferencia programjának fontos célja volt, hogy a nők segítséget kaphassanak a mindennapi problémák leküzdéséhez. Bétótné Szakács Zita nyugalmazott lelkésznő kiemelte, amikor az ember felteszi a kérdést, hogy miért engedi Isten, hogy a keresztény ember életében nehézségek legyenek, akkor arra kell a hívők figyelmét ráirányítani, hogy Jézus Krisztus nem ígérte, hogy nem lesznek nehézségek az életünkben. Hozzátette, Krisztus is felvette a keresztjét akkor, amikor emberré lett. Végigcsinálta a nehéz utat, és közben nem mondta azt, hogy Isten célját nem akarja teljesíteni. Az ő követőinek pedig ezt az utat kell járni. Kellene, hogy az ember egy kicsit arra figyeljen, hogy most mit is akarnak ő benne elvégezni. És nekünk meg arra kell fókuszálni keresztény embereknek, hogy Isten mit akar bennünk és általunk elvégezni. És nem az, hogy ő engedi ezeket a nehézségeket, hanem ezek próbatételek. És nincs olyan ember, akinek ne lenne az életében próbatétel, és ebben egymást úgy tudjuk segíteni, hogy egy közösséghez tartozunk. És beszélünk a próbatételeinkről, meg arról, hogy honnan kaptuk a megoldást, kitől kaptunk erőt, hogy egyáltalán túléljük ezeket a próbatételeket. A város sötét titkaival, a Hímerház hajdani lakóival ismerkedhettek meg a borzongás kedvelői pénteken este. Az idegen vezetést ezúttal nem e világi lények tartották. Az ijesztő alakok az egykori urak rémisztő praktikáiról, tetteiről rántották le a leplet.
Az év legfélelmetesebb éjszakája közelettének alkalmából a szervezők egy különleges sétával kedveskedtek az érdeklődőknek. Több alkalomra is meghirdettünk a hétvégén vezetéseket. Összességében körülbelül egy órás a program van, egy fél órás kinti séta része, illetve egy fél órás benti a Hímerházban. A Hímerház az teljes egészében fel van halloweeni dekorációkkal szerelve, ezen kívül egyéb szereplők is színesítik a programot. A kinti séten pedig olyan izgalmakat hallhatnak a látogatók, mint például hogyan került múmiapor a Fekete Sas Patika Múzeumba, illetve mik voltak a boszorkánypereknek az érdekességei. Szombatról vasárnapra virradó éjjel jön az óraátállítás, áttérünk a nyári időszámításról a télire. Vagyis vasárnap hajnali 3-kor az óramutatók visszaugranak hajnali 2-re, 1 órával többet aludhatunk, és a hét utolsó napján 1 órával megrövidül a napos órák száma is. 2019-ben az Európai Parlament már szavazott az óraátállítás jövőjéről, aminek eredményeként 2021-től támogatja a nyári és téli időszámítás közti váltás eltörlését az EU-ban. Ám a döntés joga az egyes tagállamok kezében van, ugyanis a legtöbb országban még mindig folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások.